Sziasztok! Bográcsban sült, sertés tarja burgonyával. Ezt fogjuk ma elkészíteni. Ukránok úgy hívják zsarkoje. Megmutatom, hogyan. A téli ételekhez mindig a tálaláskor savanyúságot szoktam használni. Ez milyen paprika? Ez rakunda paprika. Nálunk alma paprikának hívják. Dercembe azt mondják félcsipős, egy harapás csip, egy harapás nem csip, nem? Akkor elviszük ezt is. Jó. Jó. Csak egyet megkóstolok. Kóstolok. Ropogós. Nagyon finom. Az uborka nagyon finom, megkóstoltam, de kérnénk még hozzá savanyított karfiol. Ott van mellette a csipős paprika. Azt is tegyem? Hát tegye, persze. Ami nem fogy el, az simán el tudjuk tárolni hideg helyen. Akár tavaszig is eláll. Nagyon szépen köszönöm. Na, viszlát! Itt vagyunk a húsrészlegben, és tarját keresünk. Remélem, meg is találjuk. A zsárkojét az ukránok és az oroszok, azok mindig zsíros húsból csinálják. Remélem, hogy a tarja az ideális lesz. Na, meg is van. Itt van. Figyeld, milyen szép. Tarját szeretnénk, csak hát egy ilyen jó, ilyen 1 kiló 20 deka. Több nem kell, csont nélkül. És ne legyen nagyon zsíros. Az a része kellene, ami már a hátszínhez megy át. Szépen lefejti a húst a csontról. Bográcsban sült sertés, az akkor jó, mikor a hús egy picit ilyen márványos a szalonnától, a zsírjától, mert kisütjük belőle ezt a részét, a zsíros részét, és csak a húsi marad meg, nagyon finom lesz. Ilyen húst kerestem, és ilyen húst találtunk. Eszméletlen. Viszlát, a zsárkoje az egy egyszerű étel, vagyis egyszerűek a hozzávalói, hús, krumpli, és zöldség, hagyma és murkó. Szerintem szerencsénk van, hogy egy helyen meg tudjuk venni. Jó napot kívánok! Hogy tetszik lenni? Ezer éve nem találkoztunk. Már régen. A zsárkoje összetevője a krumpli. Veszünk belőle egy kilónyit. Ugyanannyi legyen a krumpli, mint amennyi húst tettél bele. Hát ennyi elég is lesz. A hús lehet több, de a krumpli ne legyen inkább több. Kell hozzá egy pár fej vörös hagyma. Itt a nagyobbakot választom, hogy kevesebbet kell én vágni. Köszönöm. Ez még a kárpátai paradicsom? Hú, akkor veszünk bele, teszünk egy párat bele. Ez szilva paradicsom már. Na, nagyon szép. Hadd legyen az is. Színesebb lesz tőle az étel. Mindent megkaptunk. 5 perc alatt volt a bevásárlás a zsárkojéra, és megyünk, megfőzzük. Zsárkoje, bográcsban sült, sertés tarja burgonyával, de ma megcsináljuk palacsintavasba a kisebbik verzióját. Az a lényeg benne, nem úgy indul, mint egy magyar pörkölt, vagy egy babgulyás, vagy egy paprikás krumpli, hanem a húst nagy darabokra szokták felvágni, így, a tarját. Hát szerintem három fele pont elég, és ezt sütni fogjuk. Itatós papírral kiszárítottam, vagyis megtörölgettem a húst, lásd, milyen száraz,
mert azt akarom, hogy rögtön süljön és ne főjön. Ez a lényege. Ezt a húst kétszer fogjuk megsütni, és csak utána kerül rá a burgonya. És ilyen nagy darabokba fog rákerülni a hús. A magyar recept, de persze úgy lenne, hogy meg kell sütni a hagymát, de itt nem. Itt a hússal kezdünk. Előmelegített palacsintavasba, sütőbe pici étolajat öntünk. Zsárkoje az, hogy zsárítj, az azt jelenti, hogy sütni. Meg kell sütni a húst. Két oldalról, ilyen nagy darabokba. Nem fűszerezzük, majd az egy picit később. Így szépen belerakjuk a sertés tarját a serpenyőbe. Ha nagyobb akarod megcsinálni, akkor az a bogrács lesz. De nekünk ma ideális ez a serpenyő, mert 1 kiló hús belefér, és így sütjük. És ahogy mondtam, ne siessük el, figyeld, a húst egyik oldalról ropogósra süttük, és a másik oldalának is így kell kinézni. Mert ettől zsárkoje a zsárkoje, mert sütés. És a lényege, hogy a hús szépen fel van sütve, mint egy saslik mondjuk. És teljesen más ízt kap az étel attól, hogy előtte felsütötted a húst. Figyeld! Még az is jó, ha egy kicsit megkapja, akkor még jobb. Az a füstös íze benne marad, és az nagyon finom. Szépen sül a tarja, figyeld, a másik oldalról is már milyen ropogós. Ha csüljön, már a zsírjára lesült, és most tesszük rá a hagymát, a vörös hagymát. Egy hagyma egy ilyen palacsintavasra tökéletesen elég. Itt nem muszáj annyira kicsire vágni, lehet nagyobb is, és jöhet rá. Mert úgyis elfő a végén. Még sokáig fogjuk párolni. Így. Szépen. Nem szoktam gyakran sütni a fokhagymát, de a zsárkojébe fel kell sütni. Egy picit széjjel nyomjuk, így, ahogy a késsel. Már mindenki látta az interneten, szerintem, hogy minden profi szakács így csinálja ezt is, és teszünk rá így darabozva 2 fokhagymát, 2 cikket, így rá a tetejére. Nem sózzuk, még nem fűszerezzük, és most meg lehet kavarni, mikor már mind a két oldalról megpirult a hús. Hadd süljön egy picit össze a hagymával. És utána még egy picit pároljuk. Öntünk rá egy pici vizet, hogy megpuhuljon a hús, és utána folytatjuk a krumplival. Szépen sül, és eljött az ideje, hogy hozzáadjuk a fűszereket. Dobronyi piros paprika, ez kell bele, recept szerint, de szerintem a szlávoknak olyan nincsen, mint a miénk, ez nagyon jó minőségű. Rögtön meg is kavarjuk, a paprikának egy kicsit fel kell melegedni, hogy kinyíljon az illata,
Jó. Teszünk rá fekete borsot. És van nekem ilyen bors keverékem, ahol van szagos bors, szemes bors, fekete bors, és 4-5 darabkát így szépen csak beleszórunk. Lesz még benne babérlevél, de az majd egy picit később. A hús szépen felsült, és most fel lehet engedni egy pohár vízzel, hogy a hús szépen megpárolódjon és megpupuljon. Így. Ez a zsárkojénak az alapja. Most hasonlít a gulyásleves vagy a pörkölt alaphoz, de viszont mi kisebbre szoktuk vágni a húsokat. És nincs annyira előtte felsütve. Teljesen gusztusos. Erre rátesszük a babérlevelet, és lefedjük, és 15-20 percig pároljuk. Szépen lesült zsírjára a hús, ekkor jöhet bele a sárgarépa, de azt is csak nagy darabokra fogjuk vágni, így négy fele. Ebbe az ételbe minden hozzávaló nagy darabokba kerül bele. Így. Hát a vége belekerülhet így, mert az már véknyabb. Ezt a részét is beletesszük így, még ezt is. Ezt viszont két fele vágjuk így. Nem szoktak beletenni, de én szoktam beletenni petrezselymet. Apróra elvágom. Ez ilyen ételizesítő helyett. Nem rontja el az ilyen gyenge petrezselyem gyökér, se a pörköltöt, se akármilyen levest. Ez ilyen pörkölt féle, vagyis hasonlít a paprikás krumplihoz, csak egy kicsit a folyamatja másképp működik. És próbáljuk felsütni ugyanúgy a zöldséget. Ebbe már nem kell lesz más, csak krumpli, és hogy a saját levébe megfőjön. És a krumplit is nagy darabokra fogjuk vágni. Ezt mondjuk én csak négy felé, így. Ez szerintem ez nagyobb, ez 6 felé fogjuk vágni, vagy lehet, hogy 8 felé, így. 8 felé sikerült, az nem baj. És úgy szoktam, hogyha egy kiló hús van, akkor én maximum egy kiló krumplit teszek. Úgy szeretem, ha sok a hús és kevesebb a krumpli. És ide beletesszük. Az a titka, hogy együtt össze kell sütni, és utána kell ráönteni csak a felöntővizet. Még sót nem tettünk rá, de majd odáig is elérünk. Így szépen a babérlevelet kidobjuk, az már nem kell, és ebbe a masszába próbáljuk felsütni a krumplit és a sárgarépát. A krumpli is szépen megpirult egy oldaláról, ez pont elég, a hús már teljesen puha. Most rávágunk egy paradicsomot. Az ukrán az paradicsom szószt szokott rátenni, de nekünk még volt ilyen őszi szilva paradicsomunk, ami jól
eltárolta magát, és ezt rá szeretném tenni, hogy legyen egy kis friss íze. Ez nem bóti paradicsom, hanem ez még a kertben nőtt. És elérkeztünk arra a pillanatra, mert még nem sóztuk, megsózzuk. Így szépen. A krumpli mindig sok sót vesz el, úgyhogy itt már ne szégyellősködjünk. Fekete bors, az biztos, hogy kell még rá. Összekavarjuk. És most már nagyon közel vagyunk a végéhez. Ezt fel kell önteni egy pohár vízzel. Csak ugyanúgy, mint a paprikás, vagy a gőzi krumplit, nálunk úgy mondják, hogy annyi is elég, mert a krumpli a gőzibe is meg tud főni. Így. És lefedjük, és ezzel semmit nem kell csinálni, nem sokára tálalunk. A zsárkolyét már pihentettem egy 10 percig, és akkor elérkeztünk a tálaláshoz. A krumplival kezdeném, így, szépen egyik oldalra. Direkt nagy darabokra vágtuk. Így. Utána jöjjön rá a bográcsban, vagyis a palacsinta vasban sült tarja. Figyelj, milyen szép nagy darabok, gusztusos. Így. Húsból azt mondják, smjászan noga nyebő vájet. Szeretem, mikor több a hús, mint a krumpli. És ide rakjuk ki erről az oldalról a sárgarépát. Nagy darabokba. Akkor szeretem, mikor az étel minden porcikája látszik. És ezzel nem kell más csinálni, csak elkaparni a palacsintavasba a nagyját, és így szépen meglocsolni ezzel a szószal. Így. És így kell, hogy kinézzen a zsárkolye. Ki lehet díszíteni, egy picit megvadítjuk, teszünk rá egy kis kakukkfüvet, de csak a szépség kedvéért. Itt van hozzá a savanyúság, mert tél van, és szerintem ezt az ételt mindig savanyúsággal kell enni. Mindenkinek kellemes hétvégét, és jó étvágyat kívánunk!